kifejezetten a paksi szolgáltatóknak egy lehetőség, illetve egy nagy segítség az ide érkező munkavállalóknak. Magyar és orosz nyelvű kiadvány előkészítését kezdte meg az önkormányzat a Rosszatommal korábban létrejött együttműködés keretében. A paksi információs füzetben a szolgáltatók adatait teszik közé, és az a célja, hogy az ide érkező orosz munkavállalók és turisták mindennapjait megkönnyítse. Egyre több orosz munkavállaló jelenik meg Pakson, ezzel kapcsolatban hívta fel most az önkormányzat a figyelmet a szolgáltatók felé, elsősorban a kereskedők, kiskereskedelemmel foglalkozók, de akár a középvállalkozások felé is, hogy a Rosszatom részéről, illetve az orosz munkavállalók részéről jelent meg egy igény, hogy amikor ők vásárolni mennek, ügyeiket intézik a városban, akkor meg tudják magukat értetni. Egyrészt orosz nyelven, illetve tudják, hogy hova forduljanak a városon belül, ha valamilyen problémájuk adódik. Informális kiadvány lesz alfabetikus sorrendbe felsorolva a paksi szolgáltatókat, tehát a szolgáltatásnak a neve, a profilja és az elérhetősége lesz megtalálható. Leírások a szolgáltatásról, fényképek nem, tehát kifejezetten az a célja lesz, hogyha valaki elakad valamiben, például szüksége van egy varrónőre, vagy vasalásra, vagy szeretne egy jót vacsorázni, akkor ezt a kiadványt felüsse, és mi hamarabb megtalálja a megfelelő információt. A két nyelvű kiadvány melléklete lesz egy magyar-orosz nyelvű szótár is, ami szintén megkönnyíti az ügyintézést a magyar és orosz fél számára egyaránt. Az önkormányzat egyébként a kiadvány mellett a közeljövőben szolgáltatói fórumot is szervez. Kapcsolódva ez az igényhez, a Paksváros önkormányzata fog szervezni a szolgáltatóknak egy fórumot, a helyi szolgáltatóknak egy fórumot, amelyen megfogalmazza az igényét az orosz fél, hogy milyen, mire számíthatnak a szolgáltatók, ha majd ide érkeznek ezek az orosz munkavállalók a városba. Az információs füzetbe formanyomtatvány segítségével kerülhetnek be a vállalkozók. A dokumentum elérhető a paks.hu oldalon, amelyet kitöltve e-mailben, személyesen vagy postai úton juttathatnak el a képernyőn látható elérhetőségekre. A szolgáltatók jelentkezését december 15-ig várják. A kiadvány várhatóan jövő év elején jelenik meg.